Korockai László nyitóbeszéde következik. Szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és azzal kezdem, hogy rendkívül elszomorító és kifejezetten tiszteletlenség a választópolgárokkal, a magyarokkal szemben, hogy két listát állító és meghívott párt listavezetője, Deutsch Tamás a Fidesztől, illetve Magyar Péter a Tisza pártól nem jött el, mert azt gondolom, hogy ez tiszteletlenség a magyarokkal, a választópolgárokkal szemben, és mi éppen ezért, amikor a Mi Hazánk mozgalmat megalapítottuk, már 2018-ban rögzítettük azt a programunkban, hogy kötelező minden miniszterelnök jelöltnek egy ilyen vitán részt venni, legalább egy ilyen vitán, illetve kötelezővé tennénk azt is, hogy minden európai parlamenti listát állító listavezető vegyen részt ilyen jellegű vitán, és el kell jönni olyan helyre is, ilyen médiumhoz is, ami kifejezetten nem baráti, vagy mondhatnám azt, hogy kifejezetten ellentétes nézeteket val, mint a Mi Hazánk mozgalom, mert egy ilyen vitával tartozunk a választópolgároknak, és rendkívül károsnak tartom azt is, hogy az eddigi kampány hónapok óta egy hazugságról szól, arról szól, hogy június 9-én le lehet váltani a Fideszt, nem lehet leváltani, ugyanis nem országgyűlési választások lesznek, hanem európai parlamenti választások, a Fideszt majd 2026-ban kell leváltani. Most arról kellene beszélni, hogy milyen Európai Uniót képzelünk el, ezért örülök annak, hogy ma itt bőven kifejthetem majd azt, hogy a Mi Hazánk mozgalom képviselői mit fognak majd csinálni az Európai Parlamentben.